Nem indult könnyen a mérkőzés a Kisvárda számára a Balmazújváros otthonában. A női kézilabda Magyar Kupa második fordulójában rendezett meccs elején az MB2-es hazai együttes ragadta magához a kezdeményezést, és sikerült megszerezni a vezetést is az MB1-es várdaiak ellen. A szabolcsi csapat helyzetét nehezítette, hogy az elmúlt héten öten is hazájuk válogatottjában szerepeltek, akik zömében kedd este tértek csupán vissza az együtteshez, így csak szerdán délelőtt tudott együtt edzeni a csapat. Nem könnyítette Máté Fieszter dolgát az sem, hogy nem számíthatott Samira Rosára sem, aki a brazil válogatott keret összetartásán térsérülést szenvedett, így nem állhatott a csapat rendelkezésére. A várdaiaknak azonban sikerült felpörögniük, átvették az irányítást, és 9 pontos előnnyel vonultak szünetre. A második játék részben is magabiztosan játszott a Kisvárda, az első félidőhöz hasonlóan itt is 19 pontot szerzett a csapat, így 38-21-es győzelemmel húzták be a kupamérkőzést. A továbbjutás kiharcolása mellett további önbizalom növelő a lányoknak, hogy valamennyi pályára épő játékos gólt szerzett. Kedden tértek vissza a válogatott játékosaink, és szerdán volt alkalmunk szerdán délelőtt egy közös edzést tartani, és úgy mentünk bele ebbe a Magyar Kupa meccsbe. Talán ezért is akadozott ott az elején még a játék, mert hogy 10 napig távol voltak a válogatottak, de úgy gondolom, hogy utána ritmust váltottunk, és egyrészt a győzelem az nem volt kérdés, és amit előzetesen elterveztem ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, nagyjából sikerült a csapatnak megvalósítani. A válogatott szünetet követően vasárnap a bajnokság is folytatódik a Kisvárda számára. Az eddig 3 vereséggel a 12. helyen álló Békés Csaba otthonában lépnek pályára a várdai kézisek. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon-nagyon jó meccset fogunk játszani. Az biztos, hogy nagyon kemény küzdelem fog folyni a pályán. A Békés Csabának ez élethalál kérdés. Ők úgy gondolkodnak, hogy talán ez az a mérkőzés, ami fogható, vagy nyerhető. Samira Rosa mellett sérüléssel bajlódik Marincsák Nikolett és Radojevic Tamara, így ők nem állhatnak Máté Fieszter rendelkezésére a Békés Csaba ellen.